Hosszú kihagyás után újra kikapcsolódhattak a családok Dombóváron, ugyanis izgalmas családi kincskeresőt szervezett az Életfa Nagycsaládos Egyesület a Nyerges erdőben. Az eseményhez egy újonnan alakult tábor is csatlakozott, ahol a családok a kincskeresés után szórakozhattak. Most egy olyan rendezvény zajlik, közösen a Nagycsaládos Egyesülettel, mellett vállaltuk be egyébként, bemutatkozzunk, hisz újonnan alakultunk, megismerjenek minket, mindemellett fel tudjanak frissülni, és kellemes pihenés szórakozási lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek, kavicsfestéssel, szórakozással, élményszerzéssel. Alapvetően igen, erre hoztuk létre ezt az egész közösségi teret, a házat, kifejezetten 2 éve erre készülünk, hogy az ifjú alkotókkal megismertessük, hogy milyen is volt a mi gyerekkorunkban a táborozás. Eléggé hiányzik itt jelenleg Dombóváron, nincs erre lehetőség, és ezt szerettük volna megmutatni. Számtalan programmal, mint bőrdíszművességgel, tűzzománcozással, fonografikával, betonöntéssel, kavicsfestéssel, és még sorolhatnám rengeteg lehetősége. Mi gyerekkoraink, vagy még igazából visszanyúltunk, még a szüleinktől is érdeklődtünk, hogy a ti gyerekkoraitokban mi volt, hisz ma már sajnos a telefonok mögött már ezzel nem találkoznak, és szeretnénk ezt a hihetetlen élményt visszaadni, mikor egy almafán el lehetett tölteni egy egész nyarat. A kincskeresés során a játékosoknak 11 állomáson kellett érdekes szellemi és ügyességi feladatokat megoldani. A program legfőbb célja az volt, hogy a családok kicsit kiszabaduljanak a 4 fal közül. Hát kitaláltuk, hogy így a pandémia előtt, után valamit ki kellene már találni a gyerekeknek, családoknak, mert ugye beszorultak a lakásba, és adott volt a lehetőség itt a kis erdőbe, és összehoztunk egy ilyen kis 10-11 állomásból álló versenyt, úgymond. Volt egy ládika, abban voltak kincsek és egy tombola, és akkor különböző nehézségű feladatokat, játékos feladatokat kellett megoldani gyakorlatilag állomásról állomásra a családoknak. És ezt teljesen jól meg is oldották, mondhatni, majdhogy nem még könnyűek is voltak a feladatok, mert nagyon gyorsan utol is érték egymást, és egy kis torlódás is alakult ott a vége felé, úgyhogy, de mindenki nagyon ügyes volt, és szerintem mindenki nagyon élvezte ezt az egész kis kincskeresést. Összesen 19 csoport indult a kincskeresőn, volt olyan csapat, ami 12 fővel vágott neki a kalandnak. A kincs, volt egy kis ládika, abban a kincs ilyen kis csokis tallér volt, ugye ez arany papírba van bevonva, úgyhogy minden gyerkőc kapott egyet, és tulajdonképpen a tombola szelvény volt a másik, és akkor hát majd ezt meg majd egy másik helyszínen fogják kihúzni, kisorsolni, és akkor az lesz majd az ő ajándékuk, az meglepetés. Tulajdonképpen ezzel az a célunk, hogy próbáljuk így a várost ösztökélni, meg igazából nem is csak a várost, mert vannak azért környékbeli családok is, akik csatlakoztak, hogy a mi kis gondjainkat, bajainkat esetleg megosszuk egymással, és tényleg egy nagy családdá kovácsolódjunk.